Első alkalommal hagyományteremtő szándékkal rendezte meg az Árpádházi Szent Margit Általános Iskola azt a matematika versenyt, melyen a város és a térség általános iskoláinak felső tagozatos diákjai vettek részt. A verseny lebonyolítása kettős évforduló jegyében zajlott. Az iskola alapításának 20. évfordulóját ünnepli, emellett az oktatási intézmény névadója előtt is tisztelgett. Védőszentünk Árpádházi Szent Margit az iskola névadójának ünnepe január 18-ára esik, és ebből az alkalomból most, mivel születésének 770. évfordulója van, egy háromnapos rendezvénysorozattal készültünk, aminek az első napján ma matematika versenyt szervezünk a környék iskolái számára. A verseny kiírásában minden évfolyamon az évfolyamnak megfelelő tantárgyi követelményeket vette figyelembe az iskola, és így állította össze a feladatokat, de kissé túlmutatva a tananyagon. Két részre bontanám a megoldandó feladatokat. Az egyikben totó jellegű feladatok vannak, amik azt jelenti, hogy 13 plusz egy kérdésre kell válaszolniuk, három lehetséges válasz közül kiválasztva a helyeset a diákoknak. A másik része a feladatoknak pedig kidolgozandó. Van amelyik logikai, van amelyik tréfásabb matematikai feladatokban. A verseny a gyerekek képességeinek fejlesztését is szolgálja. A munkaközösségünk azért is szervezte meg ezt a vetélkedőt, mert a tehetséges diákok nem csak órán, illetve szakkörön szeretnék megmutatni a tudásukat, hanem szeretnék megmérni a saját is tudásukat a környező és a város iskoláival szemben, és így is szeretnék bebizonyítani tudásukat, illetve képességeiket. A versenyre közel 500 diák jelentkezett. A tanárnőm Ági néni nevezett be erre a versenyre, mert már nagyon sokszor voltam ilyen versenyeken, és úgy gondoltam, hogy eljövök ide, mert hogy már elég tapasztalattal rendelkezem. A tanárnőm kihozt nekünk különböző versenyfeladatokat, és az a feladatunk, hogy otthon megoldjuk a szüleink segítségével, vagy pedig egyedül. Szeretném, ha helyezett lennék ezen a versenyen. A versenyre jelentkező valamennyi diák emléklappal és ajándékkal távozott a keresztény iskolából. A díjazottak a Szent Margit ünnepség keretében vehetik át jutalmaikat.